Sziasztok, Ádám vagyok. A tech2.hu-t nézitek, a képen a VTX Stab 100 DC 3G tablet látható, amelyen a Quadrant Benchmark programot fogjuk lefuttatni. Először is belenézünk a hardveres részekbe. Láthatjuk, hogy két magos maximum 1608 MHz-en üzemelő ROGchip RK3066-os processzor van benne, 1 GB RAM, 1280x800 képpontos IPS kijelző, Mali 400-as grafikus gyorsító, Android, Jelly Bean és némi szenzor. És el is indítjuk akkor a benchmark programot. Maga a Quadrant először a processzort vizsgálja 8 művelet folyamán, ami tulajdonképpen már most készen van, utána egy gyors memória és 4 I/O teszt, és mindjárt indul is, azaz már el is indult a 2D-s grafikus teszt, amelyet most a 3D-s követ, ami különböző renderelési folyamatokon vizsgálja meg a processzor, a grafikus mag, illetve a többi komponens erejét. Azaz, hogy nagyjából hogyan is teljesítene az X-Stab 100 DC 3G a játékok során. Le is futott a teszt. Láthatjuk, a harmadik helyen van a készülékünk 3985 ponttal. Ez azt jelenti, hogy a Tegra 3-mal szerelt HTC One X-et, illetve a TF201-es Asus nem tudja befogni, bár az Asushoz közel van, de alul marad. Azonban ez egy két magos procé, tehát a négy magosokat közelíti igazából, és a korábbi Tegra 2-es készülékek azok jóval alatta maradnak. Ha megnézzük itt alul a részpontokat, látjuk azt, hogy 7391 pontot kapott a processzor, 3753-at a memória, 5710 pontot az I/O egységek, 952-t a 2D és 2191 pontot a 3D. Ez volt tehát a VTX 100 DC 3G tablet Quadrant Benchmark tesztje. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!